Tisztelettel köszöntöm Önöket, akik ma itt az önkormányzati megemlékezésünk keretében hajtják meg fejüket, róják le tiszteletüket az 1956-os hősök, az 1956-os események előtt. És tisztelettel köszönöm Önöknek, mindazoknak, akik a tavalyi évvégi és az év és az idei évelei legnehezebb időszakokban betartották az elrendelt járványügyi intézkedéseket, a kijárási tilalom vaskos szabályait, hordták a maszkot, és ami a legfontosabb, felvették az oltásokat. Köszönöm Önöknek, hogy ma itt az önkormányzati megemlékezésünk keretében újra együtt hajthatunk fejet az 1956-os hősök előtt. Tavaly ilyenkor, ezen a napon jóval az oltakozás lehetősége előtt, az egyre erősödő járvány miatt már nem tartottunk városi megemlékezést, csupán a képviselők tagjai helyezték el néma főhajtással a tisztelet koszorút. Köszönöm a Török Bálintiaknak mindazt az együttműködést, mindazt az országosan is kiemelkedő oltakozási fegyelmezettséget és szándékot, amelynek köszönhetően ma újra méltó módon a megszokott rendben tudunk közösen ünnepelni. Remélem ez a jövőben is így marad. Tisztelt jelenlévők! Ez a mai nemzeti ünnepünk különleges helyet foglal el a magyar ünnepnapok sorában, hiszen maga az esemény, amelyre most közösen emlékezünk, mindössze 65 éve történt. Időpontját tekintve ez áll hozzánk a legközelebb, mondhatnánk a legújabb, a legfiatalabb ünnepünk. Az akkori történéseket nem csupán történelemkönyvekből, krónikákból ismerhetjük, mint az államalapítás részleteit. De nem is csak korabeli leírásokból, egy-egy fennmaradó dokumentumból, mint az 1848-as eseményeket. Ezen a nemzeti ünnepünkön olyan minden magyar lélek számára dicsőséges napokra emlékezünk, amelyeknek élnek még a szemtanúi, a megélői. Olyan hetekre, amelyeknek élnek még tanúi, és olyan hosszú évtizedekre, amelyeknek itt vannak ma közöttünk az elszenvedői és a hősei is. 56 még mindig fogalom mindannyiunk számára. Óriási súlyú kifejezés. Mintha egyetlen szóval sűrűsödne össze meg annyi történés, érzés, helyszínek, évtizedek. Mintha ezzel az egyetlen szóval mindent ki tudnánk fejezni. A lyukas zászlót, a Magyar Rádió ostromát, a Sztálin szobor ledöntését, a szovjet tankokat, a jeltelen sírokat, a diszidálást, a pártállamot, az egypártrendszert. Óriási súlyú összesűrűsödött kifejezés, amelyről hosszú évtizedekig még csak beszélni sem lehetett, amely még mindig meghatározza a magyar család élet, magyar családok életének egy részét. Mert ugye emlékezünk, mert emlékeznünk kell. Ennyivel tartozunk. A kommunista diktatúra alatt szűk családi körben, füstös kocsmákban, baráti társaságokban hangzott el a mindenki által félre értelmezhetetlen jelentéssel bíró szám. 56. És jöttek az emlékek. Az emberi szabadság sárga tiprása, kulárlista, a személyes vagyonok elkobzása, a gondolkodó értelmiségek ellehetetlenítése, a volt arisztokrácia, a jelentős számú polgárság deportálása, gulág típusú internáló táborokba, és a hajnaút megszégyenítő mértékű leszámolás, gyilkosságok, akasztások. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 65 évvel ezelőtt, október 23-án, és az azt követő néhány napban hihetetlen erejű megmozdulások voltak tanulni Budapest utcáin, amelyek megmozdulások szinte pillanatok alatt kigyűrűztek a fővárosba, és elértek a legkisebb falvakba is. Az egyetemi diákság felvonulásából az egész országot megrengető, az addigi rendszert megkérdőjelező, a diktatórikus berendezkedést elsöpörni próbáló forradalom lett. Országszerte döntötték le a vörös csillagokat, nemzetőr csapatokat alapítottak, harcoltak a végsőkig. Ahogyan mára is sűríti egyetlen
hihetetlen pontosságú mondatban. Egy nép azt mondta, elég volt. 65 évvel ezelőtt, október 23-án és az azt követő néhány napban lélegzethez jutott a 20. század első felében agyongyötört, kicsinyke ország, és arra néhány napra beállt az önálló szabad államok sorába, és azonnal életre kelt. Megtörtént az államvédelmi hatóság feloszlatása, és helyett egy új demokratikus rendőrség megalapításának kezdeményezése. Tárgyalásokat kezdeményeztek Moszkvával a szovjet alakulatok teljes kivonásáról. Új alakult a Nemzeti Parasztpárt, a Keresztény Demokrata Néppárt, valamint a Parasztszövetség. De aktivizálódtak a kommunista diktatúra évei alatt elnyomott civilek és értelmiségiek is. Többek között megalakult a politikai foglyok országos szövetsége, a Keresztény Magyar Párt, a Keresztény Front, valamint újjáalakult a Magyar Cserkész Szövetség. A legjelentősebb lépésként pedig újjáalakult a koalíciós Nagy Imre kormány. Azonban az akkor pár napra kivívott szabadság, szovjet lerohanást követő szabadság, a szovjet lerohanást követően ismét hosszú-hosszú évtizedes távolságba került, és végül csak 33 évvel később érkezett meg, amikor 1989. október 23-án az akkor megbízott államfő Szűrös Mátyás a parlamentnél összegyűlt 100 000-es tömeg előtt kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. Tisztelt ünneplő jelenlévők! Akkor, 56. októberében, de még inkább a novemberi véres események, majd az azt követő, véget nem élőnek tűnő diktatúra évei alatt, vajon ki gondolta volna, hogy ez a kicsi ország túléli a nagy szovjet birodalmat? 4 évenként szabadon választhatja a legfőbb népképviseletének tagjait, 5 évente települési vezetőit. De lakosai szabadon dönthetnek arról, hogy melyik országba kívánnak utazni, melyik napilapot vegyék a kezükbe reggelente, és függetlenül attól, hogy lelkész vagy akár kulár családból származnak, eldönthetik tovább tanuljanak-e. Sőt, még arról is szabadon dönthetünk, ha saját akaratunkból oroszul kívánunk tanulni. Kedves barátaim! Ennek a szabadságnak, a már oly természetes szabad döntéseknek és szabad lehetőségeknek a piciny magvait 65 évvel ezelőtt kerültek a szent magyar földbe. Bár évtizedek kellettek a szárva szökkenéshez, és életek, karrierek, egész sorsok vesztek oda áldozatul, de már mindannyian kivétel nélkül és megkülönböztetés nélkül élvezhetjük gyümölcseit. Ezért úgy gondolom, ahogy a minden év október 23-án 1956 hősei, a halállal és fenyegetettséggel is farkas szemet néző bátrai az 1956-os események mellett ezt a szabadságot is ünnepeljük ma. Tisztelet a bátraknak és dicsőség a hősöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak.